Üdvözlök mindenkit, ez itt a Center, az Alföld Televízió beszélgető sportmagazinja. Mai vendégeim Hegyi Iván és Kozma Mihály. Sziasztok! Egy Sziasztok. Rendkívül könnyed kérdéssel kezdek. Van-e a magyar futballnak DNS-e? És ha van, akkor ez az örökítő anyag, ez mit tartalmaz, milyen ez, mit kell erről tudni? Mert mintha mostanában eltűnőben lenne, amikor az elmúlt 20-30 évben. Érez még, van ilyen? Hogy magyar stílus, hogy magyar foci, hogy valami, ami speciálisá teszi a világ hatalmas színpadán ezt a sportágat itt Magyarországon? Hát csak azért kezdem, mert rám néztél. Igen. Hát először is jó estét kívánok mindenkinek. Másodszor én azt gondolom, hogyha ez azt a folytonosságot jelenti, amely a dicsőséges évtizedek és a dicstelen évtizedek együttesét jelenti, akkor nincs ilyen. Sőt, rosszabbat mondok, én azt hiszem, hogy a dicsőséges évtizedek, amelyek egyébként túlsúlyban vannak, csak hát a mi életünkben már az utóbbi három a dicstelenebbek közé tartozik, sőt a súlyos az előzőekhez képest, szinte valamennyihez képest. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a kedves nézőknek mondom, hogy régen, mint a sakkban élő pontok alapján vezették a világranglistát. Ma is van egyébként, csak már a FIFA-t használják sajnos. Az élő pontok alapján a világranglistán 52 és 57 között, 51. december 31-én is még Magyarország állt az élen. A 60-as években a marseilli pótselejtezős vereség után hetedik volt a világon a csapat, de különben a második és a hetedik hely között volt és a 73-as svédek elleni híres kiesés a 3-3 évében is decemberben még a 8. helyen. Tehát konkrétan a közvetlen élmezőnyében volt a világon, és világnak, és ugyanígy volt 38-ban mondjuk, amikor VB döntött, és játszott szintén, mint 54-ben a válogatott. De nem akarom hosszúra nyújtani, tehát ez a folyamat megszakadt, és én attól tartok, hogy az a kultúra, amely ezt körülvette, mert ennek kialakult egy kultúrája. A futball, ahogy szoktam mondani, a futballtársadalmi hatása, az szinte páratlan. Csak a háborúk társadalmi hatásával él fel, de mennyivel jobb a futball, mint a háború. Hát a közönségét tekintve, vagy a résztvevőket tekintve biztos így van. Így van. Hát ennek a kultúrája a 30 év alatt, a 30 sikertelen év alatt teljesen nem úgy visszaesett, hanem szinte kiveszett. Hát ha itt vagyunk Debrecenben, itt épült egy gyönyörű stadion, igaz? És többen jártak az Oláh Gábor utcába az én ismereteim szerint, mint ahányan járnak az új stadionba. Nem azért, mert az új stadionnal lehet a baj, azért, mert már teljesen érdektelenné vált a futball. Hát ezért szép a futball, mert mindenkinek van valami véleménye róla, egyébként 10 millió szövetségkapitány országa vagyunk. Én ezzel a DNS-sel kapcsolatban azt mondanám, hogy amit Iván azt mondta, hogy nincs, én azt mondom, hogy van. Ugyanis azért az 1910-es években az egy Jimmy Hogan letette az alapjait annak a futballnak, amit Dunamenti vagy Dunamellék iskolának lehet nevezni, és amelyet az MTK fejlesztett tökére, és a magyar válogatott játékosai 1938-ban már világbajnoki döntőig jutottak ezzel a rövid passzos játékkal, ami technikára épül. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy 38-as világbajnoki döntő, és a második világháború utáni első mérkőzés között szinte nem is nagyon veszítettek mérkőzést. Tehát közben jött ugyan egy második világháború, de gyakorlatilag a magyar futball ott folytatta, ahol abba hagyta, ahol kimaradt, ahol megszakította a háború. És aztán jött az aranycsapatnak egy dicsőséges sorozata, 4,5 évig gyakorlatilag szintén veretlen volt. Tehát világ első kategóriába volt a magyar futball, ahonnan aztán későbbiek során, majd 56 után szép lassan elkezdett lefelé csúszni, és úgy gondolom, hogy ahogy Iván is mondta, a 69-es marseilli mérkőzés bár nem jelentette a mélypontot, mi akkor azt gondoltuk, hogy az a mélypont, de később azt lehetett mondani, hogy onnantól kezdve már teljes mértékig kezdtük elveszíteni ezt a DNS-t, mert elkezdtünk másokat másolni. Másoltuk a németeket, másoltuk a hollandokat, most éppen a spanyolokat másoljuk. Amikor nem önmagunkat adjuk, a saját DNS-ünkkel foglalkozunk, hanem másokat másolunk, ami másolatok lehetünk csak, nem lehetünk elég jók. És úgy gondolom, hogy ez
azóta is tart ez a folyamat, ez a lefelé tendáló folyamat, mert nem találunk vissza önmagunkhoz, a saját DNS-ünkhöz. De mi történik a srácokkal? Tehát ha azt mondjuk, hogy 69, jó, oké, 70-es VB-n nem jutottunk ki, 74-ben nem jutottunk ki. Na de 78, 82, 86 kijutottunk, ott nem azt mondom, hogy dicsőségesen szerepeltünk, vagy valami csoportból való továbbjutást ünnepelt az ország, nem, de ott voltunk a világversenyen, legalább odáig eljutottunk, mi 86-ban is, hogy ott voltunk. Azért én magam is akkoriban már jó meccseket láttam, és jártam rendszeresen mérkőzésekre. Azt láttam, hogy azt mondta DNS, technikás rövid passzok, ugye? Technikás játék. Hogy akkoriban még a csapatokban voltak olyan játékosok, akik erre képesek voltak. Tehát ez kell egy képzettség. Most meg nincsenek. Na ezt nem értem én, meg ezt nem érti sok-sok millió magyar szövetségi kapitány, hogy mi történt. Tehát azt mondjuk mindig, hogy az edzők, ugye? Hogy az utánpótlás nevelés nem elég jó. Oké, és akkor mondjuk 70-86-ig meg jók voltak az edzők, azóta meg már nem jók az edzők? Ez lehet a kulcs? Vagy mi a kulcs? Hát gondolj bele, hogy 30 sikertelen év alatt, aki 10, nem most mondok valamit, 89, az 30 éve volt. Uh-huh. 86-os VB-t mondtad. 89-ben kikaptunk 4-0 Spanyolországban, VB-selejtezőn. Picskei Bertalangot a kapitány, és azt mondta, hogy ha most elkezdjük a munkát, akkor 15 év a lemaradásunk. Csak azért mondom, mert napjainkban éppen Bácsi Sándort ünneplik ájtatosan. Most ezt a bácsit becserélték 89-ben Sevillába, és hát kuncogott a spanyol közönség. 70 ezer nézője egy kövér ember beállt a válogatottba. Nem a bácsi ellen mondom, csak arról beszélek, arról a folyamatról beszélek, hogy gondold el, hogy ma már bácsi egy idollá vált. Majdnem egy idoll. Miközben... De tudod miért? Hát, szerintem azért, mert annyira nincsenek egyéniségek a magyar labdarúgásban, hogy még ő is a maga kis duci módján egyéniségnek számított, nem? 30 év kétségkívül volt labdaérzéke, de az a minimum volt akkoriban. Nem is róla, ennek a szimbolikájáról Virágos. Beszélek. A jelentéséről, hogy tehát a 30 év alatt, ami a kultúra az a kiveszőben van, akkor nyilvánvalóan, hogy a benne szereplők egyre kevésbé jelentősek. Hát nyilvánvaló, hogy azokról az időkről, amelyekről a Misi beszélt, ott jelentős egyéniségek voltak mind a pályán kívül, egyre kevésbé lettek. Ma már olyanokat tartanak nyilván legendák között, akiket a saját idejükben, hát nem hogy legendáknak nem tartottak, hanem az akkori mélypontnak tartottak. És mindig újabb és újabb, hát és ezek, tehát 30 év alatt, ugye ők lettek a tehát tőlük tanul. Igen. Tehát, ez egy... de nem bántok senkit ezzel. Csak arról beszélek, hogy az az ember, aki 20 évvel ezelőtt, 1999-ben mondjuk 0-0 játszott Liechtensteinben, az ma akár nyugodtan lehet idol is. Pedig akkor 99-ben úgy hittik, hogy Liechtensteinnél mélyebb nem lesz. És nem azokkal beszélek, nem a horvát Feriékről, vagy nem tudom én. Tehát abszolút nem személyesen persze. Senkit nem akarok megsérteni, hiszen jó viszonyban vagyok, és semmi probléma. De hát egészen más, ha az elő, ha nem tudom én, Hidegkutitól, Mahostól, ha Dr. Sárositól, vagy nem tudom hova. Egyébként pedig annyit, amit Misi mondott, hogy Jimmy Hogan átvenni, az semmire vagy. A Jimmy Hogan sem a magyar... A skót stílus hozta el, mert ugye akkor a skót stílus volt az a rövid passzos, akármilyen furcsa, és a mai, mert ma már nem ez a skót stílus. Tehát az, hogy átveszel valamit, az teljesen mindegy. Tehát át lehetne venni a holland stílust is, vagy a brazilt, ami nekem a mániám. Rendben van. Iloszki átvette a brazil stílust, elég sikeres volt vele, mert volt hozzá játékos. De ez nem ezen múlik. Azon múlik, hogy ma hát nincs kitől, és nincs kivel. Azt mondta Bicskei Bertalan, azt mondta akkor, hogy ha most elkezdjük a munkát, akkor 15 év. Nem kezdődött el a munka, az ugye kiderült azóta. Most közel egy évtizede elég nagy pénzeket pumpálnak a magyar labdarúgásban. Stadionok épülnek, ami jó hír, hogy edzőpályák is épülnek. Korábban hát tudom a saját szakmai életemből, hogy amikor én megkérdeztem mondjuk bármely NBA-es csapatnak az edzői tulajdonosát, bármit, hogy miért nem tudunk mi bejutni mondjuk a Bajnokok Ligájába rendszeresen, vagy akkor még UEFA kupának hívták, miért nem tudunk ott menetelni, meg egyáltalán, akkor mindig az volt a válasz, hogy hát nincs hol edzeni, hát nincs stadionunk, hát nincsen semmi. Ugye azóta mi történt? Majdnem minden NBA-es klubnál vannak megfelelő minőségű edzőpályák, megfelelő minőségű stadion,
sőt még, hogy is mondjam, még néhol még túlzott beruházásnak is tűnik, de a lényeg az, hogy ez a fajta háttér megteremtődött, plusz az utánpótlásban is elvileg rengeteg pénz áramlott. Ha nem is 15 évről van szó, de lassan 10 évről van szó, tehát az emberbe felmerül, hogy esetleg ennek valami látszatja kellene, hogy legyen valamilyen úton, módon. De hát most tényleg nem akarom most a Velszi meccset felidézni, inkább hagyjuk is szerintem, de a lényeg az, hogy nem nagyon a látszat. Van egy ilyen elmélet, hogy ez sok helyütt tette érni, hogy az aranycsapat többek között azért volt nagyon sikeres, mert hogy is mondjam, a politika támogatta, a politika fontosnak tartotta a sportot, a politika ezt nagyon komolyan gondolta, hogy az ország imidzsnek ez kell, hogy megmutassuk a piszkos mocskos kapitalistáknak, hogy milyen nagyon jók vagyunk. És ez is valahol segítette azt a munkát, amit az aranycsapat meg az az időszak elvégzett. Akkor ez most miért nem működik? Én biztos vagyok benne, hogy ez így volt, hiszen maga Rákosi Mátyás jelentette ki azt, hogy a sportot a rendszer igazolására fenntartott húzóágazatnak tekintés, ezért mindenféleképpen támogatnia kell. Ezen belül pedig a labdarúgás volt a legnépszerűbb akkor is. És hát az aranycsapatot minden körülmények között támogatták. Igaz, hogy olyan mérkőzéseik voltak, ami ha nem nyernek, akkor lehet, hogy gulág a vége. Ugye, ha belegondolunk a Helsinki olimpiába, hiszen ott 343 sportoló vett részt a Helsinki olimpián, ebből 323-at a Péter Gábor, az AVH vezetője megbízhatatlannak ítélt meg. Tehát gondolom az a 20 ember, akit ő küldött ki, az volt a megbízható. És Jugoszláviában játszottuk a döntőt, tehát hogy ugye a láncos kutya, amennyiben mi ottan veszítünk, akkor lehet, hogy nincs tovább aranycsapat. Mert ott az életükért is játszottak a srácok, hiszen a Szovjetunió az játszott az első mérkőzést a jugoszlávokkal, és hát alul maradt, de nem is nagyon tudjuk, hogy mi történt azóta a játékosokkal, teljes mértékig eltűntek. Nos, hát ez várt akkor az aranycsapatra, tehát megvolt egyfajta kiemelt lehetőségük, de megvoltak a korlátok is, vagy a fenyegetettségük is. 56 után azonban már a sportot nem tekintették ekkora húzóágazatnak, inkább csak felügyelték a politika szempontjából, míg az aranycsapat idején, tehát a Rákosi időszakában 150 ezer utánpótláskorú játékosunk volt, amibe egyértelműen csak a 14 év fölöttieket tartották nyilván, tehát ma talán annyi futballista nincs Magyarországon, mint amennyi utánpótláskorú játékos volt akkor. Az a Rákosi érában már teljesen, vagy a Kádár időszakban már teljesen kezdett el fogyni, és a rendszerváltás után pedig a minimálisra apadt, hiszen nemhogy előreléptünk volna a rendszerváltás után, hanem a pályákat szüntettek meg. Budapesten egy év alatt több mint 100 pályát szüntettek meg, ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag eladták plázának, meg benzinkútnak, ez az amaz, ami jó jövedelmezett, és most a mostani időszakban, amit a mostani politika kezd visszaadni, a gyakorlatilag most vagyunk ott, ahol 89-ben a rendszerváltás idején a pályák mennyiségét tekintve. Ami akkor a játékosokat, vagy a szakmai részét illeti, teljesen leszoktak a munkáról gyakorlatilag az edzők is, hiszen a Kádár érában mindenfélét másoltunk, a jövedelmek jöttek, teljes foglalkoztatottság volt nem csak a labdarúgásban, hanem egyébként a munkamorál az teljesen eltűnt. Na most a mostani rendszerben hiába öntünk bele pénzt a futballba, ha nincs meg az erkölcsi alapja, nincs meg a munkamorál, és gyakorlatilag hiányzik az, ami előre vinni a rengeteg megélhetési edzővel, megélhetési játékossal találkozunk, amely egy folyamat következménye, hát ne felejtsük el, hogy két generáció felnőtt, két emberöltő nőtt fel, és messze vagyunk a nyugat-európai munkamoráltól, így hát azt gondolom, hogy az utánpótlásban is nagyon kevés munka van fektetve. A sztárcsinálás időszaka a 12 éves kor, 14 éves kor körül van, addig eldől, hogy valakiből lesz-e jó játékos, vagy nem lesz jó játékos. A pénzeket oda kellene összpontosítani, és az odaadott pénzeket számon kérni ahhoz, hogy itt előrelépés lehessen. Hát röviden ennyi. Na szóval. Hát nem szívesen teszem, de többszörösen is súlyosan ellentmondok. Én szerintem a Rákosi rezsim egyáltalán nem karolta fel a futballt.
Ezt több tételben is bizonyítani tudom. Egyfelől úgy akarta eladni, ugye, mint amatőr. Tehát, hogy a dolgozó nép amatőrje, mint az amatőr színjátszó köröket. Ugye? Filmekből ismerjük. Tehát, hogy munka után a szocialista embertípus, nem tudom én, elmegy, és nem tudom én, a Lír királyt játsza az üzemi színpadon, és jó kedvében futballozik munka után. Hát hiszen mindenki amatőr. Ezen az alapon lettünk olimpiai bajnokok, mert ugye Brazília, vagy Németország, vagy Spanyolország nem indított amatőr csapatot, és bár Jugoszlávia volt az ellenfél, és ez egy valós történet, hogy ott Rákosi telefonált, hogy nehogy véletlenül baj legyen, nem hiszem, hogy börtönbe kerültek volna, de nem tudom, ha fordított az eredmény, ezt nem lehet tudni, de ott ugye, tehát nem, az olimpiákon nem volt valós, tehát a világbajnok ezüstérem az sokkal többet ér a futball szempontjából, mint az olimpiai aranyérem, hiszen az olasz amatőrökkel játszottunk az olimpián, 53-ban az olasz profikat vertük meg a római stadionavaton, az ugye nem ugyanaz a helyzet. De nem ezt akarom mondani, én nagyon sokat olvastam a futball történetéről. A Szabad Nép, amely a pártlapja volt, az utolsó oldalán két hasába számolt be 98 ezres meccsekről is, a válogatott meccsekről beszámolt, de a bajnokikról az volt, hogy Honvéd, Dózsa 1-1, Népstadion 90 ezer néző, V, nem tudom én, Pósa, Gól, Bozsik, illetve Szusza. Na, ezt nem lehet olyan nagyon, egy-kettő, a munkamorál. Hát természetesen óriási ellentét volt a között, hogy ezek, nem tudom én, mondjuk a 60-as években, nem tudom, 1200 forintos kalória pénz, vagy 1600 forint, és a Real Madrid csillagai meg dollárba kerestek tízezreket, vagy, ugye? Az óriási differencia volt, de azt senki nem gondolja komolyan, hogy bár kétségtelen, a szocialista rendszer nem kötelezett, hogy is mondjam, ezzel a kalóriapénzzel nem lehetett nagyobb követelményeket támasztani, nem lehetett volna, de azt ugye senki sem gondolja, hogy a Vasas, vagy a nem tudom én, a válogatott, egyáltalán pariba tudott volna lenni a Real Madriddal, vagy a nem tudom, a brazil válogatott, ha nincs minimális, nem hogy minimális, ha nincs munkamorál. Hát azt nem képzeli, hogy lehet történeteket gyártani, hogy hova járt a Farkas Jancsi, meg a Albert Fori, meg a Gölöcs Titi, de ha azt a munkát nem végzi el, akkor soha az életben nem tud, tehát nem létezik 66-ban megverni a brazilokat, csak mondok valamit, 54-ben megvertük a brazilokat a VB-n, 66-ig nem kaptak ki. VB-n. Veretlenek voltak, nyertek két világbajnoki címet. 66-ban megint mivel fenomenális játékkal. Természetesen a munkamoráról lehetett beszélni, sok mindent lehet, de az, hogy ezek fölkészített játékosok voltak, azon nincs vita. Tehát aki azt vitatja, hogy ezek a játékosok, de 68-ban a világválogatott negyede, FIFA hívta, Detmar Kramer német szakvezető volt, tehát a FIFA All-Star. Brazília első világbajnoki címének 10. évfordulóján, a Maracanában, annál van följebb, Brazília és a világválogatott. És a világ 16-os keretének negyedét magyar adta, az felkészítés nélkül nem megy. Tehát Albert Flójáról lehet mondani, hogy csípőre tette a kezét. Hát ne hasonlítgassuk. Ráadásul én nem szeretem, ha a politika szerepét belevesszük. A politika nem csinálja a futballt. A futballnak óriási társadalmi hatása van, de amint beleszól a politika, az kontraproduktív. Jelzem, olyannyira meg tudom ezt támasztani, hogy a 38-as VB döntő elvesztésében talán lehet az is benne volt, hogy a magyar csapat, amely ugyan professzionális játékosok volt, hát harmadosztályú vasúti kocsikon utazott oda-vissza. Az olaszok nem így mentek Párizsba. Lehet, hogy még kifogták a lovakat is előtt, és úgy vitték. Tehát nem ezen múlik a dolog. Ma a politika, az kétségtelen, önti ebbe a pénzt, de a semmiféle eredményét nem látom. Ezt hoztad szóba. Gondoljuk meg, hogy 2011-ben hozta nyilvánosságra az MLS, a Magyar Labdarúgás Fórumán, amelyen Orbán Viktor is ott volt, ugye? Ahogy a megújulás évtizede. Hát most gondolja komolyan valaki, hogy ez a megújulás évtizede? 2019-ben? Hát ha Velszre vagy Splitre nézel, akkor megújult valami? Hogy más ez, mint 10 évvel ezelőtt? Nem. Valamit nyilvánvalóan folyamatosan rosszul csinálunk. Az utóbbi évtized legnagyobb problémája az, hogy bár kétségtelen relatív minden költés,
de ahhoz képest, amilyen a produkció, számolatlanul zsákszámra megy a futballba a pénz, és nem látom a, tehát nem látom a minimális, tehát nem gondolom, hogy attól, hogy befizet valaki egy csomó pénzt, attól hirtelen az összes játékos világklasszis lesz. De minimális elmozdulás se látok. Ebben az évtizedben volt minden idők legnagyobb vereségeinek egyike, a holland-magyar 8-1, ami ugye a Misi ugyanazt mondta, ki kell ábrándítanom, 40-es években 7-0 volt a fegyverbarátok találkozóján Kölnben, ugye Németország-Magyarország 7-0 volt. Az volt eddig a legsúlyosabb vereség. Teljesen nyilvánvalóvá vált ebbe az évtizedből, július-augusztusra szokványosra vált, hogy eltűntek a magyar csapatok a gangról, nem az előszobából, a gangról. Tehát azért abban az időben, amikor azt mondja a Misi, hogy ma munka morál, azért egy, nem tudom én, egy Vasas Internacionálén, hogy van 80 ezer néző, és ha 500 ezeres a stadion, akkor is eladják. Tehát ez nem lehet összehasonlítani. De mondom, nem lehet, nincs semmiféle fejlődés, nem látok, hogy a válogatott kijutott ugyan az EB-re, de ha nem emelik 24-re a létszámot, soha ki nem jut, hiszen a harmadik helyről nem lehetett kijutni. Tehát ott nincs is összehasonlítási alap. A VB-n ugyan, vagy az EB-n ugyan felülmúlta önmagát, de az EB-n kegyelmi állapotban az összes ilyen résztvevő felülmúlta önmagát, Wales a 4 között volt, Izland a 8 között, Szlovákia tovább jutott, Lengyelország először nyert EB-meccset egyáltalán, Albániát alig verte meg Franciaország, pedig Franciaország, ugye a 90. Tehát minden ilyen csapat felülmúlta önmagát, hiszen kegyelmi állapotban játszott életükben. Ha nem hozzák a 24-es szabályt, nem játszanak soha. A magyar játékosok 89-szeres válogatottak először játszottak EB meccset. De nem ellenük mondom, hanem arról beszélek, hogy ez az, tehát az EB-vel lehetne takarozni, de nincs mivel. Aki látta Walest, látta Splitet, az csak önmagát csapja be, hogy ez jobb, mint 10 évvel ezelőtt. Parancsolj! Hát igen. Nyilván, még szerencsé, hogy barátok vagyunk. Abszolút. Igen. No, hát a helyzet az, hogy én a 70-es évekre datálom, tehát Marseille után, a 69-es Marseille vereség utánra datálom azt a nagy hanyatlási időszakot, mert hogy előtte még a 60-as években azok a játékosok, akik eredményeket értek el, és az igaza van, hogy olimpiákon, és nem világbajnokságokon, de azért még a 66-osban is ugye a brazilokat meg tudtuk verni, és így tovább, tehát voltak sikereink a 60-as években. Valójában a 70-es évektől számítom azt, hogy elkezdtük másolni a 70-es évektől a német és az egyéb más futballokat, akkor a datálható az az időszak, amikor bevezették a államilag előírt, vagy központilag előírt edzéseket, és lóversenypályán futni kellett a játékosok teljesen értelmetlenül, ami nem a szakmáról szólt, hanem a OTSH, vagy a központi irányításról. Tehát itt elkezdett hanyatlani a futballnak a szakmai része, és hát elérkezünk a 80-as évekbe, ugye, amikor a 80-as évek szinte minden éve csak a bundáról szólt. 82 vagy 83-ban volt a Totó botrány, és utána szinte minden évben a bundától volt hangos Magyarország. Hát ez nyilvánvaló nem a szakmáról szól, hanem a politikáról, az, hogy ezt lehetett csinálni, az, hogy ide ilyen mélyre csüllyedtünk, hogy ilyen erkölcsi válság keletkezett, és mindemellett még 85-ben a magyar válogatott volt Európa legjobb csapata, és Mezei György az Európa legjobb edzője. 85-ben. És 86 pedig a tésztás meccs, amikor ugye ennek a beteljesüléseképpen hát egy nagy zakóval, de utoljára voltunk kint világbajnokságon. Tehát én azért csak úgy érzem, hogy csak benne van ennek a társadalmi hatása, nem csak a szakmai része. Oké, és akkor most mi van? Tehát itt most megállapítottunk valamit különböző nézőpontokból, meg sok magyar szurkoló megállapított valamit. Oké, ez volt akkor, ez történt az elmúlt évtizedben, fejlődés. Tényleg nem nagyon tapasztalható. És akkor ugye a jövőképpen, ugye beszélünk mindig a múltról, és azt fogják mondani a kedves nézők, féli meddig joggal, hogy jó, persze, hagyjátok már Albertet, meg most bírőben már jó, hogy nem már 38, meg ő azt szeretné látni, pláne, hogyha az illető néző mondjuk 20 éves, vagy 25 éves, vagy 30 éves, vagy, és nem is emlékszik ezekre a játékokra, fogalma nincs, még YouTube-on sem nézi meg sehol, hogy jó, de nekem akkor most mi lesz a következő 30 évben? Szóval most akkor mi van?
Mert hát, ugye az ugye rendet kell tenni, ugye? Okay. Okay. Azt mondtuk, hogy legyen valami rendszer, vigyünk valami rendszert a dolgokba, ez okay. Nem elsőre jól hangzik, ugye? De ha túlságosan központosítunk, az se szokott jó lenni, éppen az imént említetted azt a 70-es évekbeli példát. Most adunk pénzt számonkérés nélkül, nincs szakmai ellenőrzés. Beledöntjük a pénzt, és nem látjuk, hogy hova ment. Tehát mindenképpen feltételekhez kell kötni a pénzt, és ellenőrzéshez kell kötni a pénz kiadását. Azon kívül megértem, hogy kell stadionokat építeni, de a legfontosabb dolog lenne a 6 és 14 év közötti korosztályra koncentrálni, oda kéne a pénzt beleönteni, mert a tárcsinálás időszaka ott van. Ott dől el, hogy valakiből lesz-e minőségi játékos, vagy nem. Ezt kellene kifejezetten dotálni, a legjobb edzőket oda tenni a kicsikhez, és ezen kívül pedig ezt meg is fizetni, ugye, mert ez jelen pillanatban ez nem történik meg, és számon is kérni, tehát ellenőrizni, hogy mit csinálnak ott. A többi az következmény, szakmailag is, erkölcsileg is, minden tekintetben. Tehát ha 14 éves korig nem gyártunk játékost, amit eddig a grundok megoldottak, meg önképzésen megcsináltak önmaguktól is a gyerekek, most azonban alig érnek labdához, nincs megfelelő érintésszám, amivel játszhatnak a gyerekek. Az iskola leszabályozza, ez is egy társadalmi hatás, ha nem is politikának nevezzük, de 4 óráig iskolában vannak a gyerekek. 4 óra után elmegy edzésre, ugye 4 óráig nem hagyhatja el az iskolát, 4 óra után elmegy edzésre, akkor maximum naponta másfél órát tud foglalkozni a futballal. De legalább 10 000 órát kéne ahhoz, hogy jó futballista legyen belőle, ha összeadjuk ezeket a másfél órákat naponta 10 éven keresztül, akkor se jön ki. Tehát azon kívül kellene még futballozniuk a gyerekeknek, amihez már kellenének a grundok, kellene az önszerveződés, kellene sok minden egyéb a futballegyesületeken kívül. Az izlandi példát is szeretném ide citálni egy picit, akik nem a futballt akarták megrendszabályozni vagy megjavítani, hanem a társadalmukat, hiszen a 14 éves korosztály, 16 éves korosztály rengeteget ivott, cigarettázott és kábítószert fogyasztott, 47% érintett volt a dologba. És úgy érezték, hogy nem ez az izlandi társadalomnak jövője. És a családokat kezdték el támogatni azzal, hogy legyenek közös programok a gyerekkel, mert ma mi azt látjuk, én egy utánpótlás nevelő egyesületnél vagyok szakmai igazgató, tehát 220 gyerekre is van lálátásom, illetve látom a konkurenciát is. Bizony a gyerekek hát nevelésével vannak komoly gondok, nehezen hoznak, illetve nem tudnak döntéseket hozni, egyáltalán a személyiségük semmilyen irányban nem fejlődik, tehát járnak ugyan iskolába, de úgy látjuk, hogy a szülői háttér az kikopott mögülük, és ezért feltétlenül az edzőkre nagyobb teher hárul. Azon kívül pedig, amit említettem, hogy azt a korosztályt, amelyik sztárcsinálásra van hivatott, 12 éves, 14 éves kor közötti korosztályról beszélek, azoknál sajnos nincsenek megfizetve úgy az edzők, és nem a legjobb edzők vannak ott, akik majd az akadémiának feladhatják a játékosokat. Az akadémiák egy külön gondot jelentenek, szerintem. Én azt gondolom, hogy 7000 játékos jött ki az utóbbi 10 évben ebből az összes akadémiából, ami van, és ebből sajnos nincs nemzetközi szintű játékosunk, azt kell mondanom. Tehát az akadémiákat át kell gondolni, hogy valóban jók-e, vagy jó működik-e. Jelen pillanatban erre nem látok akaratot, hogy ezt felülbírálja valaki. Hát először is arra szeretnék reflektálni, hogy jó, de ne hozakodjunk a múlttal. Ugye te kezded azzal a felütéssel, hogy a magyar futball DNS-e az eleve. Nyilván, tehát én nem arról beszéltem, hogy bezzeg, nem is akartam nem, én ezt. Csak ezt szokták mondani. Tehát természetesen büszke vagyok a magyar futball múltjára, sőt, és azokra a részvevőkre, akik ezt a magyar, ezek a dicső múltat létrehozták, nem tudom, 7 évtizeden keresztül, vagy 6 minimum. De egyáltalán nem gondoltam, hogy bezzeg, mert valóban az nem, tehát az mellett, hogy ezt gondozni kell,
Tehát azt hozzáteszem, hogy az, hogy a fiatalok tudják ezt a történelmet, a magyar futball történelmét, az a magyar történelem része meggyőződésem szerint. Tehát ezek az emberek, hogy dr. Sárosi, vagy Schlosser, vagy Puskás, vagy Farkas, akárhogy is van minden országban, ahol Brazíliától, Spanyolországig, Németországtól, Olaszországig, nem képzeled, hogy ezek nem nemzeti hősök. Ugye mindenütt ugyanolyanok, mint Giuseppe Verdi, vagy nem tudom én, most mit mondjak, mint Beethoven, és nem tudom. Tehát, igen. A másik része nyilván egészen másképp kell csinálni, mint amit az utóbbi 30 éve csináltak, mert ez vakvágány, ez nyilvánvaló, semmivel sem tartunk előrébb, sőt hátrébb vagyunk, mint 30 évvel ezelőtt, és 30 éve vakvágányon vagyunk az előző évtizedekhez képest. Ez a látlelet, igaz? Ezt mindenki látja. Én azt gondolom, hogy azt a hatalmas pénzt, amely persze nemzetközi összehasonlításon nem is olyan nagy pénz, de mindegy, Magyarországon óriási pénz. Arra meg, hogy kiszórni végképp hatalmas pénz. Azt arra a korosztályra szánnám, amelyet a Misi említett. De ott nem spórolnék azzal se, hogy igen, holland, német, brazil, akármilyen stábokat idehozni. Akár teljes stábokat a fizioterapeutától, akármennyit. Nincs az a maximum amennyit, mert nyilván, ha valamiért kialakul ez a holland csapat, amelyik most kialakult, az nem jön a semmiből. Ezek tudnak valamit. Nyilvánvaló. Ugye most 20 éves gyerekekkel oktatják Európát pillanatnyilag. 10 éven át nem így volt, de most megint így van. És a legmagasabb szinten, ugye? Az Ajax és a holland. Tehát ezek tudnak valamit, a brazilok tudnak valamit. Ha valaki megnézte az U17-es VB-t, annak a döntő meccsei, azok felnőtt szinti futball, szinte felnőttek játszottak. Amíg mi játszottunk a csoportmeccseken, a mi fiataljaink, addig az egy, hát a grund futball volt a rossz értelemben ahhoz képest, amit a legjobbak játszottak. Pedig 17 évesek voltak azok, és 17 évesek ezek, akik akik ezeket a fiatalokat kiejtették győzelem nélkül, azok a kieséses szakasz első fordulójában kivétel nélkül kiestek. Ugye? Ezek, és meg lehetett állapítani, hogy valamit ezek másképp csinálnak, mert a különbség az kiáltó volt. Tehát nyilvánvaló, hogy azoktól kell, tehát az nem szégyen, tessék, nem szégyen tanulni. Ezeket erre a korosztályra kéne, és ez hosszú idő természetesen, de én sokkal jobbnak tartom ebbe investálni, mint abba investálni, hogy most a videóton bejut-e az Európa Liga csoportkörébe, vagy nem. Hát nem mindegy, hogy kikap-e a vadúztól, vagy nem. Nem mindegy. Én úgy gondolom, hogy csatlakozva ez a gondolatmenethez, öntjük a pénzt, de azt látom, hogy el vagyunk kényelmesedve ebben a tekintetben, mert a pénz az elkényelmesített bennünket. Hát ugye nyugaton már 80-as évektől professzionális módon szervezik a futballt, és üzletnek tekintik. Nálunk még mindig ez az urambátyám kategória van. Jó, ismerős, majd ő jó lesz technikai vezetőnek, majd ő jó lesz klubelnöknek, vagy klubvezetőnek, vagy klubigazgatónak. És hát nem tudja a magyar futball önmagát eltartani a jegybevételekből. Senki nem lép marketing és egyéb irányokban, csak ilyen teszetosza módon ilyen látszat megoldások vannak. A magyar futball egyelőre és a magyar sport sem tudja magát eltartani a jegybevételekből. Tehát úgy is megfizeti az állam, úgy is adja az állam, majd tévé közvetítésekből, ebből, abból. Hát ebből, ameddig ezt nem tudunk kilépni, addig megint ez az erkölcsi része jön számomra elő, hogy akkor hogyan lesz itt futball, hogyan tudjuk rávenni majd a játékost, az edzőt, hogy ennél több kell. Dunai Anti példáját szeretném megemlíteni, amikor ő Spanyolországban edzősködött, akkor felvitte a csapatát a másodosztályból az első osztályba, és hanyat dőlt, mint egy magyar edző általában, hogy most már baj nem lehet, hát ki nem esünk, bajnokok nem lehetünk, de nem lesz semmi baj. Behívatta az elnök két hét múlva, és mondta neki, hogy Dunai, vagy le, vagy fel, mert ez nem kíváncsi a középszerűség, nem kíváncsi a néző. Hát én ugyanezt mondom, hogy olyan sportvezetők kellenének, akik tényleg felkészültek, és valóban szakemberként a futball jövőjét akarnák kialakítani, mert jelen pillanatban én úgy látom, hogy ebben nagyon nagy hiány van Magyarországon, és ez nem is tud előrelépni addig, mert ingyen kapjuk a pénzt, hát akkor miért mozduljak meg érte? Egy évvel szoktam mondogatni kiváló műsorába, ami nálunk is megy, hogy
Bármilyen érdekes a beszélgetés, sajnos a műsoridő véges, és fejvesztés terhe mellett le kell fújni a meccset, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. Nekünk is lejárt most az időnk, a nézőknek köszönöm a figyelmet, minden jót, viszlát. Köszönöm a meghívást, viszontlátásra.